Húsvét vasárnap 11 óra körül jár az idő. Dunaharaszti főúton vagyunk, ahol a rendőr lámpájával jelez az autósnak, hogy álljon félre. Szép jó eset kívánok, Szűcs Péter rendőr, törzsőrmester vagyok a Dunaharaszti rendőrösről, jelvény számom 73327, közúti ellenőrzés személy és menetokmányait kérném átadásra, vezetői engedély és forgalmi engedély. Ez nem újdonság. Dunaharasztin az elmúlt években javult a közbiztonság, köszönhetően a fokozott rendőri jelenlétnek is. És ezt az autósok többségesen bánja. Jónak tartom, hogy kiszűrik az ittas vezetéseket, vagy az ittas vezetőket, mert ezzel is megvédenek minket, mert sajnos a mai napon is tapasztaltam nem kettő olyan szabálytalanságot, ami éppenséggel az én életemet, vagy más életét is veszélyezteti. Tehát és ez érvényes húsvét hétfő, de az év bármely szakára szerintem. A dunaharaszti rendőrök a Szigetszentmiklósi állománnyal kibővítve dolgoztak húsvét vasárnap, este 8 órától hajnali 4-ig, a közel 0 fokos hidegben. 4, 5, 4. Köszönöm önnel, uram, hogy a jobb oldali tompított fényforrója nem világít. Jó, rendben van, ezért figyelmeztetem, a legközelebbi lehetőség miatt majd cserélje ki, jó? A Dunaharaszti rendőrös állománya a húsvéti hosszú hétvégén fokozott közúti ellenőrzést tartott Dunaharaszti több helyszínén is. Ilyenkor ellenőrizték a papírokat, illetve hogy minden rendben van-e. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék az ittas sofőröket. Tamás alkoholt fogyasztott, szondát hajlandó megfújni, bármilyen légúti tüdőbetegsége van, ami a szonda alkalmazását gátolná. Jó? Köszönöm, rendben van. A Józan Húsvét elnevezésű kampány eredményeiről a szigetszentmiklósi rendőrkapitány számolt be. Apropó, kapitány. Fél évig dr. Csipler Norbert volt a kapitányság megbízott vezetője, és a napokban történt a kinevezése. 96-tól 99-ig jártam a rendőrtiszti főiskola nappali tagozatán határrendészeti képzésre. Én itt végeztem 99-ben. Ezt követően pedig a budapesti rendőrfőkapitányság 12. keleti kapitányságán dolgoztam. Itt végigjártam a ranglétrát, voltam bűnügyes, előadó, főelőadó, kiemelt főelőadó, alosztályvezető, majd bűnügyi osztályvezető, egyben kapitányságvezető helyettes, közben pedig nappali tagozat helyett esti tagozaton, illetve levező tagozaton végeztem az ELTE jogi karát, illetve egy harmaddiplomás képzésen, egy posztgraduális képzésen, egy gazdasági büntetőjogi szakjogász diplomát szereztem még, és 2010-ben kerültem Pest megyei rendőrfőkapitányságra, ahol a Ráckai rendőrkapitányság kapitányságvezetői pozícióját kaptam meg. Itt dolgoztam 2011. december 31-ig, majd a budaörsi kapitányság vezetői pozíciójával bízott meg az akkori Pest megyei rendőrfőkapitány, és innen kerültem 2012. szeptember 16-ával Szigetszentmiklósra. Tehát ha jól értem, akkor különböző területeken teljesített szolgálatot eddig. Hogyan sikerült beilleszkedni, illetve sikerült azért így elindulni ezen a úton, sikerült megszerezni bizonyos tapasztalatokat itt a rendőrségen? Azt gondolom, hogy igen. A budapesti rendőrfőkapitányság egy nagy mérföldkő volt, és rengeteg hasznos tapasztalatot szereztem a bűnügyi munkaterén is, illetve később, amikor vezetői pozícióba kerültem, akkor a vezetői munkaterén is. És azt gondolom, hogy ez jó alapokat adott arra, hogy később kapitányságvezetőként elkezdhessem a pályámat. Rengeteget tanultam a Pest megyei rendőrfőkapitányságon, Ráckevén is, Budaörsön is, és azt gondolom, hogy Szigetszentmiklóson is ez a fél év talán elegendő volt arra, hogy a helyi közeggel, a személyzeti állománnyal, illetve a helyi viszonyokkal megismerkedhessek, és talán el tudtunk indulni egy úton, amit közösen szeretnénk a kapitányság állományával és a vezetői állományjal megteremteni és megvalósítani Szigetszentmiklóson. Mint mondta, eltelt a fél év, tehát akkor most már ön a rendőrkapitány nem csak megbízotti posztban. Így van, április 1-jével Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője kinevezett rendőrkapitányként számít rám. Ez a kinevezés, ez határozott időre szól? Nem, ez határozatlan időre szól. Történik-e bármiféle változás a rendőrség szervezeti felépítésében? Magában a szervezeti felépítésben nem történt jelentős változás, annyiban viszont igen, hogy próbálunk a rendőrkapitányságon is egy
talán egy új személyzeti politikát folytatni, ami azt jelenti, hogy az őrsök állományát kicsit felfrissítettük, és kicsit próbáljuk interaktívabbá tenni az állampolgárok felé. Ez a Dunaharaszti rendőrőrse is vonatkozik. Pont most történnek meg olyan intézkedések az őrs állományában és az állományára vonatkozóan, ami talán előre viszi a őrs elérhetőségét. Közösen az önkormányzattal kidolgoztunk egy tervet, ebben az önkormányzat nagyon-nagyon nagy partner, úgyhogy talán ha áprilisban még nem, de május 1-től el tudunk indulni ezen az úton, hogy az őrs sokkal több elérhetőséget tud majd biztosítani, nem csak telefonon, hanem személyesen is. Egy adminisztrátor kolléganő tudja majd fogadni az ügyfeleket, az állampolgárokat. Az őrs parancsnokának újra lesz egy szervezetszerű helyettese, aki tudja helyettesíteni távolétiben az őrs parancsnok urat, valamint az őrs állományában újabb kezdőrendőrök érkeztek, akik talán így a látható rendőri modell tovább tudják majd építeni, hiszen célunk az az, hogy minél több rendőr legyen a közterületen. Ez igaz Sziget-Szentmiklós egész területére, de ugyanúgy igaz Dunaharaszti őrs működési területére is. Igen. Hát a húsvéti hosszú hétvégén szemmel láthatóan több rendőr volt kint az utakon, hiszen fokozott közúti ellenőrzés történt. Mi volt ennek a fő célja? Most húsvét hétvégén közösen a Csepeli és a Ráckai rendőrkapitánysággal egy Csepel-sziget húsvéti ellenőrzést tartottunk. Nagyon sok kollega vett részt az ellenőrzésben, ez a 31-ét és az 1-ét érintette, nagyrészt napközbeni időszakot. Mint egy 1800 gépjárművet ellenőriztünk, igyekeztünk felhívni a közlekedők figyelmét az ittas, valamint a bódult állapotban történő gépjárművezetés veszélyeire, valamint igyekeztünk kiszűrni az ittas és bódult állapotban történő vezetőket. Továbbá igyekeztünk mindenféle szabálysértést megfelelően szankcionálni, de egyben igyekeztünk a megelőzésre is hangsúlyt fektetni, akik egyébként nem ittassan vezették az autóikat, kaptak egy alkoholmentes dobozos sört, utasai pedig egy csoki tojásban részesültek kollégáink által. Természetesen igyekeztünk az agresszív vezetőket kiszűrni a közúti forgalomból, és igyekeztünk a kerékpárosokat is ellenőrizni, igazoltatni, és megállapítani azt is, hogy esetleg nem ittassan vesznek részt a forgalomban. Azért fontos ez, mert a kerékpárosok is potenciális veszélynek vannak kitéve a közúti közlekedés során. Hogyha még emellett alkoholt is fogyasztanak, akkor talán nagyobb az esélye annak, hogy közúti baleset részesévé válhatnak. Szeretnénk ezt megelőzni, és szeretnénk mindenkinek a közúti közlekedésben a személy biztonságát valamilyen szinten szavatolni. Ezért is került sor a rengeteg gépjármű ellenőrzésére, de emellett sajnos el kell mondanom azt is, hogy 3 olyan kerékpáros volt, aki ittassan vett részt a forgalomban. Rengeteg szemét vontunk ellenőrzés alá, 48 szemét helyszíni bírságban részesítettünk, 8 szemét jelentettünk fel különböző közúti közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések miatt, 5 szemét sikerült elfognunk, akiket köröztek, különböző rendőri szervek adtak ki ellenük országos elfogató parancsot, és nagyon sok szemét állítottunk elő bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt is. Térjünk vissza rendőreink szolgálatához. Bár 10 éve vezetek, eddig valahogy sikerült megúsznom a szondáztatást. Ezért a törzsőrmestert kértem, hogy magyarázza el, hogyan is működik az alkoholszonda. Tehát ez egy Dräger típusú alkoholmérőkészülék. Igen. Hát így van kész állapotban. Ez azt jelzi, hogy a szonda alkalmazásra kész van. Ilyen fújókát használunk hozzá, ami teljesen steril csomagolásban található. Egyszer használatos használat után eldobjuk. A csövet kivontjuk a csomagolásból, behelyezzük a szonda megfelelő részébe, és akkor ezt a végét kell szájba venni, folyamatos levegővel fújni, a gép sípolni fog, akkor jó a fújási mennyiség, és amikor kattan egyet, akkor vagyunk kész a fújással. Mm-hmm. Jó? Jó. Tökéletes, a gép analizál, lég alkoholból kimutatja, hogy nem fogyasztott alkoholt. Mm-hmm. Milligram per kiter. És hogyha ez nem nulla lenne, hanem bármilyen más érték? Ez nem nulla érték lenne, hanem itt a nulla után már akár igen, egy egyes érték mutatod, akkor az jelenti, hogy az ember fogyasztott alkoholt. És akkor a jogosítvány az elveszik. Így van, az eljárás keretében majd a jogosítvány az a hatósághoz fog kerülni. Igazoltatás közben rádión kaptak értesítést, hogy egy üresen álló Deák Ferenc utcai háznál lépéseket hallott a szomszéd. Rendőreink pillanatokon belül kiérkeztek a helyszínre, átugrottak a kerítésen. Hosszas keresgélés után végül nem találtak senkit.
Ha volt is ott illetéktelen, valószínűleg messzire elmenekült a kiérkező 4 rendőrautó láttán. Minden egység indulhatott vissza közúti ellenőrzésre hajnali 4 óráig. Az ittas jelzőtök aránya, azt tudom ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy volt 3 fő olyan ittas, aki bűncselekményi értékre volt ittas, volt 3 olyan személy, aki közigazgatási bírságban részesült, és volt 2 olyan személy, aki egyébként pedig nem releváns mértékben volt ittas, és nyilván így a szabálysértési eljárás kerül vele szemben lefolytatásra. A rendőrkapitány szerint nem szabad áltatnunk magunkat, bár a statisztika valóban sokkal jobb az előző évekhez képest. Kevesebben vesznek részt a közúti közlekedésben azok, akik fogyasztottak alkoholt. Az elmúlt időszakban az objektív felelősségi kategória kvalifikálása is olyan tapasztalatot adott az embereknek, hogy bizony nem érdemes a saját pénztárcájukkal játszani, és főleg nem érdemes olyan szabálysértéseket elkövetni, amelyek kiemelt figyelemmel részesülnek. Köszönöm, további jó utat, viszontlátásra!